őszi munkák a városban, mézes reggeli, sikeres a foglalkoztatási program, könyvet írt az Abát Szalóki író. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. november 26-án 18 óra 5 perckor. A hosszú ősz kedvez a közterületi munkáknak, derült ki Molnár Pállal, a Városgondnokság vezetőjével folytatott beszélgetésből. Az őszi munkákkal a szokásos menetrend szerint haladtak, annak ellenére, hogy nagyon jó idő, nyári napok voltak még most is. Az előkészítő munkákat elvégezték, a kertészetben be kellett takarítani a növényeket, majd elvégezték az őszi mészántási munkákat. A szokásos menetrend szerint haladunk annak ellenére, hogy valóban nagyon jó idővel örvendeztetett meg bennünket. Ez az ősz nagyon hosszú ideig jó idő volt, szinte nyári napokat idéző melegek voltak. Annak ellenére nekünk az előkészületi munkálatokat el kellett kezdeni. Kezdődtek ezek a talajelőkészítési munkákkal, a kertészetbe föl kellett szántani, be kellett először is takarítani azokat a növényeket, amelyek őszibe takarításúak, a maradványokat eltakarítani, majd a talajerőpótlás történt meg, valamint a őszi mészántási munkákat már mi elvégeztük. A köztereken lévő fákon is megindult a lombvesztés, nagy mennyiségű lombozatot kellett összeszedni, ami jelenleg is tart. Itt is vannak munkálatok. A gumos és gyökérgumos növényeket felszedték, térre betárolták, és elültették a közterekre az áttelelő virágokat, fászárú növényeket. A közterületeken is láthatjuk, hogy annak ellenére, hogy meleg volt, azért a fák csak érzik, hogy közeleg az ősz a tél, megindult a lombvesztés, elkezdték a leveleket hullatni. Nagy mennyiségű lombozatot kell ilyenkor összeszednünk. Ez megindult már szeptember végén, október elején, de a kampány munkája az igazából most kezdődött el, hogy néhány napja beköszöntött ez a aránylag hűvösebb idő, valamint itt is vannak telepítési munkálatok, a különböző áttelelő virágos növényeknek az elültetése már megtörtént. Azoknak a gumós és gyökérgumós növényeknek a gumóinak és gyökereinek a fölvétele, amelyek képtelenek áttelelni károsodás nélkül, ezeknek a fölszedése, fölvétele megtörtént, már ezeket száraz pincékbe helyezzük el, és tavasszal megtörténik majd a kihelyezésük, valamint azokat a fászáru növényeket, amelyeket ilyenkor szoktunk telepíteni, gondolok itt a lombhullatókra, mert ősszel főként lombhullató fákat és növényeket szoktunk telepíteni. Ezeknek a telepítése folyamatban van. A méhészetben a méheket is megzavarta picit ez a jó idő, de a gondnokság szakemberei itt is a szokásos módon elvégezték azokat a telelési munkákat, amelyek ilyenkor szükségesek. Megtörtént a kaptárok téliesítése. A méheket megzavart egy picit ez a jó idő. Igazából nem is tudták, hogy mire véljék ezt, hogy ilyen sokáig jó idő volt. Mi itt is a szokásos módon elvégeztük azokat a betelelési munkálatokat, munkafolyamatokat, amelyek ilyenkor szükségesek. Termeltek mézet is, megtörtént a téliesítésük, várjuk a telet, és természetesen utána pedig várjuk a tavaszt majd. A facsemeték lakossági kiadása is tart, bár igazi biztonsággal akkor lehet ültetni ezeket a fákat, amikor a lombot elveszték. Mi azért azt javasoljuk, annak ellenére, hogy van, aki már most kért, hogy szeretné elvinni, természetesen kiadjuk már azokat a lombot, még nem vesztett fákat is, mert azért jó eséllyel, hogy öntözik, ezek megmaradnak már, de igazi biztonsággal akkor lehet ültetni ezeket a fákat, amikor a lombot elvesztik már. Viszont azt egyre jobban megszoktuk és megszokhatjuk már, hogy itt az évszakok között nem nagyon van átmenet, tehát félő az, hogy az ősz, ez a jó meleg őszből hirtelen tél lehet, és olyan rövid lesz az időszak, hogy nagyon sok fát így nem lehet ültetni, és ezért nem is tartom rossz gondolatnak azt, hogy ha már megkezdtük azoknak a fáknak a kihelyezését, amelyet ez őszön el szeretnénk ültetni. Befejeződött a kontinensfák ültetése, a Start munkaprogram keretében 1 hektár gyümölcsös telepítése történik meg, 0,5 hektár kajszibarack és 0,5 hektár diófát helyeztek ki. A kajszi ültetvény pár év múlva már teremhet is. Az Európai Mézes Reggeli Program Szlovéniából indult, a kezdeményezéshez Magyarország 2014-ben csatlakozott. Az idei országos program novemberben került sorra, amikor városunk általános iskoláiban is tartottak mézes reggelit. Az Európai Mézes Reggeli Program Szlovéniából indult, a kezdeményezéshez Magyarország 2014-ben csatlakozott. Az idei országos programra novemberben került sor, amikor városunk általános iskoláiban is tartottak mézes reggelit. A mézes reggeli programnak adunk otthont,
az Országos Méhész Egyesület és az Agrárminisztérium csatlakozott ehhez a programhoz még 2014-ben, és azóta mi is, a mi iskolánk is minden évben megrendezi a karcagi méhészek segítségével, közreműködésével ezt a programot, amit egyébként beletettünk az egészségnevelési hónap programjába, mert ugye november az egészségnevelési hónap, és ez így nagyon kapóra jött ez a hasznos lehetőség és alkalom, tehát minden évben kihasználjuk. A méhészek már korábban is kis előadásokat tartottak a gyerekeknek. Hát elsősorban az a célja, hogy megismerjék a hazai mészfajtákat, nyilván a életkori sajátosságoknak megfelelően. Megismerjék, megszeressék, és minél több mézet fogyasszanak, főleg a téli hónapokban az egészséges táplálkozás megvalósítása a cél. A Nagykunsági Méhész Egyesület karcagi méhészei által felajánlott mézből a karcagi Nagykun Református Általános Iskolában Ábrahám Péter elnök az alsó tagozatos gyerekeknek a méz egészségre gyakorolt hatásairól is szólt, majd átadta a Földváriné Simon Ilona igazgatóval a mézes rajzpályázat díjait. Ezután a kicsik mézes vajas kenyeret kaptak osztályfőnökeiktől. Az Európai Mézes Reggeli programban a Országos Magyar Méhészeti Egyesület magyar méztermelő méhészekkel közösen vesz részt ebben a programban. Célunk az, hogy felhívjuk a figyelmet a mézfogyasztás jelentőségére, és próbáljunk egy kicsit fokozni a jelenleg egyébként kb. Olyan 1 kilós éves átlagos mézfogyasztásra Magyarországon. A mézfogyasztás rendkívül fontos szerintünk, főleg ebben a téli időszakban, amikor elővesz minket mindenféle nyavaja, köhögés, megbetegedés, megkülés. Hajlamosak vagyunk ebben az időszakban egyébként gyógyszerekért nyúlni, de a méz az egy teljesen természetes orvosság, és nagyon fontos kihangsúlyozni vele kapcsolatban, hogy megelőzésre is tökéletesen alkalmas. Idei szlogénünk is az, hogy legyen minden nap mézes nap, és valóban, hogyha minden nap csak egy kanál mézet elfogyasztunk, az a óriási segítséget nyújtunk a szervezetnek, hogy hozzájutassuk olyan létfontosságú aminosavakhoz, vitaminokhoz, nyomelemekhez, ami fenntartja azt a magas immunrendszeri működést, hogy el tudjuk kerülni ezeknek a betegségeknek a kialakulását szervezetünkbe. Egyébként én úgy gondolom, hogy tényleg egy kanál méz elfogyasztása egy olyan löketet ad a napunk indításához, ami egyrészt a szervezetünket, másrészt a lelkünket is táplálja. Tehát valóban erre szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy legyen minden nap mézes nap, és egy kanál méz elfogyasztása az eredményesen tudja segíteni a szervezetünket ebben a nehéz időszakban. Az elnök szólt a méz jótékony hatásairól, a mindennapokban történő alkalmazásának fontosságáról és a méz gyerekekkel történő megszerettetéséről. Én úgy gondolom, hogy minél hamarabb kell elkezdeni a gyermekek étkezésébe a méznek a bevezetését. Mikor már felnőttek a gyerekek, vagy nagyok ezek a gyerekek, akkor hajlamosak csak a ragacsosság miatt, egyebek miatt hátrányba szorítani ezt a remek élelmet. Én úgy gondolom, hogy ezek az alkalmak, mint a mai is, nagyon jó alkalom arra, hogy bemutassuk a gyerekeknek, hogy mennyire finom, mennyire hasznos a méz, és úgy gondolom, hogy amennyiben a mézes kenyér mellé tudunk egy kis élményt párosítani, akár egy mesével, akár egy kis bemutatóval, egy ilyen kert csinálóval, mint ez a mézes rajzpályázat volt, akkor teljesen más, hogy viszonyulnak ez a szupertáplálékhoz, és sokkal könnyebben elfogadják, megszeretik, és fogják otthon kérni minden nap, hogy legyen minden nap mézes nap, és minden napot indítsák egy kanál finom mézzel. Beszélt a mézfajtákról, és arról is, hogy miképpen lehet minden nap mézes nap. Már több mint 50 ezer álláskereső és közfoglalkoztatott helyezkedett el a versenyszférában a munkaerőpiaci reformprogrammal tavaly augusztus óta.
Ez nagyban hozzájárult a munkanélküliség érdemi csökkentéséhez, mondta Varga Mihály televíziónknak. A pénzügyminiszter közölte, a jelenleg 15 megyében futó projektet 2020 elején kiterjesztik az ország teljes területére, így azt követően minden munkaügyi hivatalban hatékonyabbá válhat az álláskeresők közvetítése a vállalkozások felé. A kormány célja, hogy mindenkinek, aki képes és tud dolgozni, legyen munkája. Ezzel összhangban a program főként a foglalkoztatási szempontból hátrányos helyzetű csoportokat célozza meg, jelentette ki Varga Mihály. Rámutatott. A munkaerőpiaci reformprogram erősíti az állami foglalkoztatási hivatalok és a vállalatok közötti kapcsolatot, így a helyben található, be nem jelentett álláshelyek feltárásával a vállalkozások gyorsabban juthatnak a fejlődésükhöz szükséges munkaerőhöz. A program a járási foglalkoztatási osztályok munkamódszerét teszi hatékonyabbá, amellyel a versenyszférába történő kiközvetítés eredményesebbé válik. A miniszter kifejtette, az álláskeresők így, az előszűrést követően célzottan olyan munkáltatókhoz kerülhetnek, amelyek nagy valószínűséggel alkalmazni is tudják őket a készségeik, képességeik tudatában. Az inaktívak, a közfoglalkoztatottak és az álláskereső körében ezzel tovább növelhető a foglalkoztatás, amellyel közelebb kerülhetünk a teljes foglalkoztatáshoz Magyarországon. Varga Mihály az elért eredményekről szólva kiemelte, 2010 óta mintegy 500 000 korábban inaktív munkavállalót sikerült visszavezetni a hazai munkaerőpiacra. Ennek eredményeként az aktivitási ráta közel 73%-ra emelkedett. A munkanélküliségi ráta az utóbbi időszakban tartósan 3% közelébe mérséklődött, az álláskeresésben átlagosan eltöltött idő pedig évek óta csökkenő tendenciát mutat. Egyre kedvezőbben alakul a foglalkoztatás szerkezete is, jelezte. Ez azt jelenti, hogy a közfoglalkoztatás aránya fokozatosan csökken, miközben a versenyszférában folyamatosan nő a foglalkoztatottak száma. Az eddigi tapasztalatok alapján a vállalatokhoz kiközvetítettek döntő többsége 3 hónap múltán is munkában állt. Így a program jellemzően nem átmeneti, hanem tartós megoldás jelent a munkaerőpiaci kihívások kezelésében. 2020 elején Budapestre és további 4 megyére, Zalára, Győr-Moson-Sopronra, Veszprémre és Vasra is kiterjesztik a programot, ezzel az ország teljes területét lefedik, tette hozzá a miniszter. Hírstúdiónkban már itt van Nagy Tibor, újságíró, író, aki könyvet írt az emberek mindennapi problémájáról. Szabó Ferenc kérdezi az új novelláról. Üdvözlöm Nagy Tibor urat, köszöntelek itt a stúdióban. Egy könyvről fogunk beszélgetni, íróként mutattam be önt, de nem tudom, hogy jó megfogalmazása az, hogy író, ugyanis elég sokrétű az ön élete, beszélgessünk egy kicsit erről. Hát igen, az egyetem elvégzése után valamikor, nagyon-nagyon régen volt ez már, zenéltem sokat, és pár évet dolgoztam a szakmában, aztán mivel én erdész vagyok eredetileg, de utána ez a világ vonzott engem. Mindig volt valami közlésvágyam. Tehát bármibe botlottam bele, fiatal koromtól kezdődően, mindig azt éreztem, hogy van közöm, van közünk hozzá. Középiskolában például én indítottam el az iskola újságot. Aztán tovább az egyetemen is beszálltam ezekbe a dolgokba. Tehát a média körül legyeskedtem, úgymond, és hát ez a dolog megfertőzött engem, és nem hagyott békén, és nem hagyott nyugodni. Aztán, mikor a szakmában dolgoztam pár évet, rájöttem, hogy nem nekem találták ezt ki, hanem vissza kell nekem térni arra vonalra, arra a területre, ami valójában érdekel. Mindig volt valami közlésvágyam, amit el szerettem volna mondani, meg szerettem volna osztani az emberekkel. És aztán így lettem tulajdonképpen újságíró. Zene, média, Tiszató. Talán erről is beszélgetnünk kell. Ugye egy írónak mindig van valami motivációja. Talán neked vagy önnek a Tiszató lehet az? Lehetséges, az is igen. Tehát ebben ez nagyon érdekes, mert ugye említettem, hogy eredetileg én erdész vagyok. A természet közelség, a természet szeretete. És amikor én valamikor a 90-es évek táján elmentem a Tiszatóhoz, ugyanis
Az életem jó részét egyébként Szolnokon éltem. 39 évet éltem Szolnokon. És mikor bementem a túra csónakkal, barátokkal, akkor mindig azt éreztem, hogy mintha a természet körülölelne, magába szívna és nem eresztene. Tehát oda mindig visszatértem, aztán ennek lett az eredménye az is, hogy valamikor a 90-es évek legvégén, a 2000-es évek legelején megcsináltunk ott egy rádiót, a Parti rádiót, ami 10 év, 1 hónap és 9 napig szól. Ez nagyon tudom, hogy mennyi, mert azért tényleg a szívem csücske volt. És mindig ez az írás, a média, a foglalkozzunk vele, beszéljünk róla, mert az embereket érdekelheti, és nem mehetünk el csak úgy egy kézlegyintésbe különböző dolgok mellett. Tulajdonképpen ez a könyv is erről szól, mert hogy ha megelőzöm az esetleges kérdést, hogy tulajdonképpen itt is ilyen az életből felmarkolt valóságdarabokat próbálok az olvasók elé rakni. 71 történet szerepel benne, 8 fejezetben, 251 oldalon. Mikor fogalmazódott meg önben, hogy ezeket a gondolatokat, amiket összegyűjtött az évek alatt, egy könyv formájában megjelentesse? Amikor az ember, hát hogy is fogalmazzam, megette a kenyere javát, és hát volt egy olyan időszak, hogy azt mondtam, hogy ez nekem rajta van a bakancs listámon. Tehát nekem le kell tennem valami olyasmit, ami megmarad, maradandót tud az ember alkotni, és majd akkor is tudnak rá emlékezni, amikor már majd az égi mezőkön bandukolva tekinget csak befelé. Tehát volt bennem egy ilyen dolog, hogy egyrészt a közlésvágy, másrészt pedig azt, hogy én szeretném megosztani ezeket a gondolatokat másokkal is, mert hiszem azt, hogy újabb gondolatokat ébresztenek. Ugyanis arra nagyon vigyáztam ennél a könyvnél, hogy ne rágjak szájba semmit sem, hagyjam az olvasót gondolkodni. És a másik pedig, amit még, hogy miért pont ilyen könyvet írtam. Ez azzal függ össze, hogy mi korábban simán elolvastam 300-400-500 oldalas regényeket. Ma lehet, hogy a korom miatt, vagy éppen amiatt, a kor miatt, ami körbevesz bennünket, a rohanó élet, hogy itt azért nincs megállás, mindig újabb és újabb történések vannak. Ma már nem vagyok rá képes. Sokkal inkább olvasok elbeszéléseket, novellákat, karcolatokat, tehát keresem azokat a könyveket, amik sok apró történetből tevődnek össze. Ugyanis ez viszont ilyen, hogy fogja az ember, elolvas belőle egyet, kettőt, hármat, leteszi, és majd megint, amikor kedve van, akkor előveszi, és folytatja. Tehát ebben én, mivel az ember általában magából indul ki, hát így született meg ez a könyv is. Tehát novellisztikus könyvről Igen. beszélünk sok kis történettel. Milyen történetek találhatóak ebben a könyvben, csak hogy egy picit a mézes madzagot elhúzzuk a Hát ebben sokféle. De a 8 fejezet van, és megpróbáltam témakörönként rendezni ezeket. Az első fejezetben tulajdonképpen a főszereplő kis emberek, hétköznapi embereknek a történeteit, és azt is megmondom, hogy ez nem egy vidám könyv tulajdonképpen, hanem valóban az életben előforduló dolgokat próbálja egymás mellé rakni, és arra ösztönöz, hogy álljunk meg egy pillanatra, gondolkodjunk, nézzük meg a saját életünket, és tulajdonképpen, mivel vannak benne eléggé húzós történetek, hogy örüljünk annak, és adjunk hálát a jó Istennek, hogy velünk nem történt meg ez a dolog. Van benne
kimondott a gyerekekről szóló történetek. Van benne a karácsonyról, a hetedik fejezet az egy ilyen abszolút a életünk egyik legszebb ünnepe tulajdonképpen a karácsony, aminek a, amit próbáltam több megvilágításból bemutatni és felsorolni, és az utolsó pedig egy valóságos történet, amiben azért egy ilyen, hogy mondjam, ha valaki elolvassa ezt a könyvet és az utolsó fejezetet is, akkor ott azért végig gondol dolgokat, hogy hogy jut el az ember, milyen stációkon, milyen állomásokon keresztül jut el oda, hogy például nem akarom elölni a poént, hogy egy olyan komoly bűncselekményt követel, ami az ember életet is követel. És ha majd jön az új könyv, akkor másfél év múlva körülbelül itt fogunk újra találkozni. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a beszélgetést. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!